Ilyen látvány nyújt egy meleg nyári napon a sóstói parkfürdő. A koronavírus járvány következtében az idei strandszezon speciális volt, abból a szempontból is, hogy nem mindenhol egyszerre, hanem fokozatosan indult el. Nyár elején ugyanis csak lassan enyhültek a tavasszal elrendelt korlátozások. Legkorábban a túlfürdő fogadott vendégeket, és csak július elején nyílt meg minden egység, ezzel lényegében másfél hónaposra szűkítve az időjárás által is sújtott idényt. A fürdők csak szigorú feltételek betartása mellett nyithattak ki, ugyebben a folyamatos fertőtlenítésre, takarításra és a medencék klórtartalmának magas szinten tartására. Az üzemeltető a gyógyvizes medencék egyedi fertőtlenítőszerrel való kezelését is engedélyeztette, ennek bevezetése azonban egy hosszabb folyamat végeredménye volt, és előbb csak a kinti medencéknél valósulhatott meg. Most ott tartunk már, hogy a benti medencére is megkaptuk a Népegészségügyi Központtól az állásfoglalást, hogy ezzel a szerrel fertőtleníteni, kezelni lehet ezt a medencének, a gyógyvizes medencéknek a vizét, és benyújtottuk a helyi hatósághoz, hogy várjuk az engedélyeztetést. Ez nagyon fontos, hogy amint az engedélyt megkapjuk, akkor lényegében a gyógyvizes medencék is kapnak egy olyan technológiával, egy olyan fertőtlenítést, egy olyan kezelést, amely biztos, hogyha véletlenül valaki mégis Covid-be kerülne, akkor ugyanúgy, mint a klór, ez elpusztítja ezt a vírust. Mint a vezérigazgató 35 perc című műsorunkban beszámolt róla, közel 50%-os visszaesést tapasztaltak a vendégek számában. Leginkább az élmény és parkfürdőben, amelyet tavaly nyáron még 225 ezeren, idén már csak 112 ezeren keresték fel. Elsősorban a külföldiek hiányoztak, akiknek a száma az elmúlt évig 93 ezerről 18 ezerre csökkent. Ezt még a megélénkülő belföldi forgalom sem tudta ellensúlyozni. Mindezek eredményeként az üzemeltetőnek 450-500 millió forintos vesztesége lehet idén. Azt azonban Podlovics Roland kiemelte, hogy az első hullámban egy dolgozót sem engedtek el. Hogy ez így maradjon a folytatásban is, október 1-ével olyan változásokat léptettek életbe több egységükben is, amelyek a jövő év első fél évében is költségmegtakarítást eredményezhetnek. Az Aquarius élményfürdőben lényegében az 50 méteres medencének a sátorfedését idén nem fogjuk felállítani. Erősítette egyébként ez a gondolat, vagy ez a döntést, hogy a klikkúszás sem indult meg, és ilyenkor nyilván nagy számban használták az úszók, az iskolás úszók nálunk a vízfelületet. Egy ilyen sátorfedés, amit légtartással tartunk, és hát nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly energiaköltséget jelent, ez egy nagy megtakarítás lesz ebben az évben, és a szolgáltatás egész év vonatkozásában pedig nem egy olyan mérvű, ami talán jelentősebb vendégszámcsökkenést eredményezne ez őszi időszakban. A Júlia fürdőben közben csütörtöktől szünetel a gyógyászati részleg. Ilyen szolgáltatásokat ezek után már csak az élményfürdőben vehetnek igénybe a vendégek. Akinek azonban előbbi egységben van kiírt kezelése, azt ugyanolyan feltételekkel és áron látják el a másik helyen is. A hotel fürdőház pedig várhatóan jövő májusig nem nyit ki, az ott dolgozókat addig a többi fürdőben alkalmazzák.